60-as évek elején ugye még nem volt televíziónk, és nagybátyámékhoz rohantunk le, mikor hallottuk a főcímzenét. A Tenkes kapitánya volt a Magyar Televízió első sorozata. Emlékszem, amikor fölhangzott Vujcic Téva Emilnek ez a legendás szignálja, akkor már rohant mindenki a tévé felé, akinek nem volt tévéje, az ment a szomszédba tévét nézni. Talán kicsi nosztalgiából is készítettük el a férjemmel egy pár évvel ezelőtt a táncjátékot ebből a témából. Nyisd ki szemed, tárts ki szád, mi vagyunk a jó pofák, tökéletes katonák, tökéletes katonák. 13 részes filmet egy két részes színpadi művét dolgozni, hát nem volt könnyű feladat, de nagyon nagy szeretettel csináltuk. Ez szerintem mindenkinek építi a lelkét, és egy nagyon szép összefoglalása lehet a Rákóczi korszaknak, tehát a Rákóczi szabadságharcnak, amikor ilyen kis győzelmeket arattunk a labancok fölött. Ez minden magyarnak megdobogtatja a szívét. Erre ezredes úr! Méltóztassék levet közni! Zsuzsika frappánsan megírta Sebő Ferenc zenéjére, Tóth Kázmér díszletével. A gyógyvízes jelenetnél ugye meg kell oldani azt, hogy az iszapot, ha Tenkes kapitánya hogyan csapja az Egbert arcába. Kenjük kelemes iszapot! Homlokunkra! Hogy megjöjjön tőle az eszű! Hát ez egy ilyen népi bölcsességi alakult át. A vízmosás jelenet, a vízparti jelenet, valamint ez a kocsmai jelenet, a Tenkesnek a próbatétele, ami nagyon emlékezetes, ez egy jó pofa kis játék egy-egy ilyen kis mulatozás alkalmával. Tegyenek egy teli kupát a kapitány elé! Egy próbát tesznek vele, Egberték és az asztalnál elé öntik a kupát, de hátra van kötve a kezed. Szentséges ég ez a szék! Megnyom egy mázsát! Magyar Nemzeti Táncegyüttes mindig is nagyon komolyan vette azt, hogy a fiataloknak persze ebből a kultúrából merítkezve, de mesedarabokat mutasson be. Olyan közönséget nevelünk ki, reményeink szerint, akik majd mikor megnőnek, akkor felnőttként is eljönnek megnézni a műsorainkat, és élvezik, értik, szeretik ezt a dolgot. Szeretem a történelmi személyiségekkel való foglalkozást. Ez a kor különben egy picit mostoha volt, tehát igazából erről a korról nem nagyon készülnek musicalek, a Rákóczi korról, de a Tenkes kapitánya lehet, hogy ezt mind pótolja, kiegészíti ezt a hiányt. Az enyém az a legszebb munka, a legkreatívabb munka. A tánccal való foglalkozás soha nem lehet megvonni egy életen át sem.